Nézőpont. Az InfoTV magazin műsora. Jó napot kívánok, kedves nézőink! Sok szeretettel köszöntöm Önöket az InfoTV e-heti Nézőpont című adásában. Ahogy azt megszokhatták, így az új szezon kezdetén is igyekszünk olyan beszélgető partnereket választani a munkatársaimmal, akikkel beszélgethetünk olyan témákról, melyek érdeklődésre tarthatnak számot, valami miatt különlegesek, valami miatt a közösségünket gazdagítják. Én őszintén nagyon örülök neki, hogy ma elfogadta meghívásomat Sándor Renáta, kutya kozmetikus. Köszöntelek a stúdióban. Valljuk be a nézőknek, vagy majd én bevallom a nézőknek, hogy mi most találkozunk először. Igen, élőben. Így van. Szia, Lívia. Viszont a közösségi oldalaknak köszönhetően, a médiának köszönhetően, akik elég sokat foglalkoznak veled és a te szakmáddal, ezért mindenki úgy érzi egy kicsit, hogy Renének az ismerőse. Úgyhogy örülök, hogy most sort keríthetünk a beszélgetésre is. Ebben a most következő fél órában kicsit az életutadról beszélgetünk, arról, hogy kalandosan indult azért, hogy te most itt legyél Magyar Kanizsán újra, és ezzel fellebbentem a fájtlat az első kérdés elől, és azt lehet, hogy már tudják rólad, akik olvasták a sajtóban a veled készült interjúkat, hogy elhagytad Magyar Kanizsát egy időre, te elköltöztél Máltára. Igen, így van. Szeretném, hogyha a beszélgetésünk elején elmondanád nekem, hogy milyen szituációban, milyen döntések kellenek ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy most már a szülőföld nem számít, mert itt nem lehet, vagy nem jó, vagy hát ha máshol jobb, és utána tulajdonképpen te hogy érkeztél meg Máltára? Nos, hát Máltának volt egy előfutára, ez pedig Kanada volt, ahova az akkori kedvesemmel indultunk el, de ez a tervünk ez sajnos meghiúsult, és utána bennem volt egy kis motoszkáló bogár, hogy nekem már nincs maradásom, ha már elindultunk, akkor én szeretnék valahova menni, és én így kötöttem ki Máltán. És egyedül kötöttél ki Máltán? Igen, Máltára végül már egyedül mentem, mert az akkori kedvesem azt mondta, hogy az egy kis sziget, egy kis kövecske a tenger közepén, ő mit tudna ott kezdeni, de én akkor már nagyon bennem voltam, mehetnék, és én egyedül vágtam neki Máltának. És miért éppen Málta? Azért, mert én mindig is szerettem volna valami olyan helyen élni, ahol meleg van, nyár van, tenger van. Jaj, hát mi ezt itt az Alföldön nagyon tudjuk értékelni, hogyha a tengerpart Igen. ennyire vonz bennünket. És hogy érezted magad? Mennyi időt töltöttél ott? 4 évet töltöttem, 4 évet és 2 hónapot Máltán. Nagyon jól éreztem magam, imádtam, hogy a szabad napokon csak le tudtam menni a tengerre, vagy délutánokon munka után le tudtam menni a tengerre, én imádtam ezt az életet. Rögtön sikerült munkát találnod? Nem. Máltára is úgy indultam, hogy itthonról találtam egy kutyakozmetikai állást, és én nagyon örültem, hogy tudok tevékenykedni a szakmámban, viszont amikor megérkeztem, akkor derült ki, hogy valójában ez a szalon kész sincs még, nemhogy kuncsaftkörrel rendelkezzen, tehát nagyon döcögősen indult a kezdet, így ennél fogva sajnos nem is tudott nekem megélhetést biztosítani azon nyomban, úgyhogy a vendéglátásban kötöttem ki. De nem okozott különösebb gondot a váltás, hogyha 4 évet tulajdonképpen a vendéglátásban megúztál. Elég gyorsan sikerült váltani, én akkor még nem igazán beszéltem annyira folyékonyan angolul, de egészen gyorsan belerázódtam. Tehát párhuzamosan ment az új közeggel való megismerkedés, az angol nyelvtudás, a nem szakmában dolgozás. Azért ez felrajzolja ez előttünk egyedül egy... Igen, különösen így, ez felrajzolja előttünk egy nagyon igen. talpra esett és az, kemény az az első 50 nap, amit én ott akkor megéltem, az azért úgy nyomott alatba. Mi tudott segíteni? Mi volt a kapaszkodód abban az 50 napban? Magam sem tudom megmondani. A kitartás talán, őszintén megmondom, talán a kitartás, hogy egy viszonylag kicsi anyagi tőkével indultam neki, és ott az volt, hogy ha kifutok a tőkéből, és nem tudom összeszedni magam, akkor vagy hazajövök, és nyilván tudom folytatni ott, ahol abba hagytam, de hogy akkor az utolsó pénzemet repülőjegyre költöm, és mint csődöt mondva hazajövök, vagy pedig
Maradok, az utolsó pénzemet albérletre költöm, és akkor aztán lesz, ami lesz, vagy pedig nem tudom. Szóval tényleg ott az volt, hogy hatalmas nagy dilemmában voltam, hogy vagy nem nagyon volt opció. Egyébként nagyon érdekes szerintem, akikkel beszélgettem külföldre költözőkkel, szinte mindenki a 2 hónapot mondta. Az 50 nap, 60 nap. Igen, az szinte mindannyian azt mondták, hogy készülj arra az időszakra, az hogy legyen elég tőkéd, hogy legyen lehetőséged, ugye az egy szállásod legyen, igen. És abban a 2 hónapban úgy is összejön valamilyen állás. Ne kelljen, ne ringassa senki magát azokba a reményekbe, hogy kimegyek, és akkor én már másnap munkába állok. Így van, meg jó fizetést kapok, sőt, azt előre kifizeték nekem, csak azért, persze, hogy az első hónapot le tudjam fedni. Nem, szinte mindenki ezt mondja, a 2 hónapot, de a 2 hónap az olyan, hogy ne aggódj, mert addig biztosan. És utána indul esetleg felfelé. Az már más kérdés, hogy lélekben hogy éli meg az ember. Életem legnehezebb 50 napja volt. Komolyan. És utána a máltai életvitelt, stílust megszokni, mert hát azért egy mediterrán környezetről van szó, igen, gondolom, hogy a személyiségük is különbözik a miénktől. Ó, igen, nagyon, nagyon borzasztóan különbözik a személyiségük a miénktől, de egészen jól hozzá sikerült szoknom. A végére, a 4. év végére már egészen jól, hát azt nem mondom, hogy egy beszélgetést le tudtam folytatni általában, de megértettem azt, hogyha ketten beszélgetnek, nyilván nem minden szavat, szót, de ki tudtam venni a beszélgetés lényegét egy máltai beszélgetésből. Lazák? Hát nem lazán, de máltaiak között dolgoztam, és nagyon sok időt töltöttem máltaiakkal, és így ragadt. És meg nyilván érdekelt is a dolog, szóval, hogyha nem vagy vevő egy dologra, akkor nem is ragad, én szerettem volna ezt. Motiváltak? Teljesítményorientáltak? Vagy inkább majd lesz valahogy? Igen, inkább olyan, jó van az úgy. Mela, ez egy ilyen mondás máltán, egyébként olaszul almát jelent, de a mela az mindenre jó. Hogy jó lesz az úgy, mela, jó, az mindenre jó, a mela az mindenre jó. És ez a megnyugtató, jól van az úgy? Jó van az úgy, jó van az úgy. Ez gondolom egy kicsit a személyiségeddel ellenkezett. Te nem az a típus, hát vagy nekem nem, így első beszélgetésre. Én inkább a maximalista vagyok, igen. Amikor kint dolgoztál, akkor végig a vendéglátóiparban dolgoztál, a kutyakozmetikával nem tudtál foglalkozni. Hivatalosan nem. Voltak olyan emberkék, akikkel összeismerkedtem, és akkor volt egy néhány kutyus, akit nyírtam, de hivatalosan nem. Jó ez azért, mert amikor az emberben benne van a szerelem, akkor nem tudja elengedni, igen, és valahogy az élet mindig úgy alakul, hogy legyen egy kis szelete abból is. Amikor eldöntötted, hogy hazajössz, annak mi volt a gyújtópontja? Annak a gyújtópontja sajnos az volt, hogy én, mikor elkezdtem a kutyakozmetikát 17 évvel ezelőtt, 3 évre rá kezdett kialakulni, vagyis visszajön, gyerekkori asztmám volt, ebből én teljesen kigyógyultam, viszont 3 évvel azután, ahogy elkezdtem a kutyakozmetikát művelni, kezdett kialakulni nálam asztma, és azt mondják mindig, hogy a tengeri levegő nagyon jó az asztmára. Ez valóban így is van, az első 3 hónapban az én esetemben, más nevében nem tudok nyilatkozni, az én esetemben az történt, hogy amikor 3 hónap után kezdett egyre jobban eltelítődni párával a szervezetem, egyre gyakrabban fordult az elő sajnos, hogy a sürgőségén kötöttem ki asztmarohammal, és hát ez egy tarthatatlan állapotba került, amikor... Nagyon érdekes, igen, hogy pont a másik, igen, oldal, igen, történt meg, mint, igen, amit mert ugye Málta egy tényleg egy nagyon picike kis sziget, és körbe van véve tengerrel, állandóan nagyon magas 70-80, sokszor még magasabb páratartalom uralkodik a szigeten, úgyhogy igen, nagyon számolni akkor kell ezzel. Én most azt látom, hogy nem volt egy nehéz döntés meghozni azt, hogy elmész Magyar-Kanizsáról. Nagyon nehéz döntés volt, hogy meghozzam. Viszont nagyon erős volt a bújtogatás a másik fél részéről. Uh-huh. Ugye nekem akkor arról volt szó, hogy itt kellett hagyni a házikómat, amit akkor rendezgettem, építgettem, itt kellett hagyni ugye egy vállalkozást, amit én nagyon nehezen a semmiből építettem föl. Akkor, amikor én elkezdtem kutyakozmetikázni, akkor én voltam itt az első. Akkor még másik kutyakozmetikus nem volt, és akkor én rám még ilyen furcsán néznek, hogy mit akarsz te kutyáknak frizurát csinálni? Valami baj van a gépezetben. Mikorról beszélünk? 17 évvel ezelőttről. 2007. Olyasmi. Nem tudom, évet nem tudok mondani, ezt tudom, számolom, az éveket számolom 17 évvel ezelőttről. És akkor én voltam az első.
És hát ugye a semmiből építettem fel egy vállalkozást, ami akkorra szépen futott, meg tudtam belőle élni. Szóval ezt is nagyon fájó szívvel hagytam itt, és édesanyám akkor még élt, ő is szívbeteg volt, őt is nagyon nagy félelmek között hagytam itt, ugye, mert hát előtte már megéltünk vele két szívinfarktust, és hát kockázata volt annak, hogy bármikor bármi történhet, szóval őt is hatalmas nagy félelemmel hagytam itt. Úgyhogy nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, hogy mindent, amit építgettem, és féltek, és féltve őrzök, azt én itt hagyjam. De meg volt benned egy belső motiváció arra, hogy menjünk, igen, ki kell próbálni. Igen. És aztán, amikor meghoztad a döntést, hogy visszajössz, ennek egészségügyi okai voltak ezen, igen, igen, főleg egészségügyi okai volt, őszintén meg kell mondani, honvágy is volt, őszintén meg kell mondani, hogy kérdezni. Igen, igen, volt honvágy is, meg ugye bennem volt ez, hogy mindig motoszkált bennem, hogy mi van az, hogyha későn jövök haza, és aztán, és utána majd büntetem saját magam, vagy okolom saját magam, hogy jöhettem volna időben is. Most úgy, van-e benned olyan érzés, hogy... Nincs. Kár és sajnálat. Hogy mármint, hogy hazajöttem? Igen. Nagyon hiányzik a tenger, nagyon hiányzik az az életstílus, amit ott éltem. A barátokkal kijártunk, éttermeztünk, sztéket ettünk. Nagyon jó volt. Ez magában ez, hogy munka után. Itt is nagyon jó, hogy le tudunk menni a Tiszára, de ott azért az élet, az csak a tenger. Nekem mindig is a tenger nagyon szívügyem volt, úgyhogy hiányzik, igen, de nem bántam meg egyáltalán, hogy hazajöttem. Nagyon jól érzem most magam itthon. És mehetünk hosszú távú tervekbe, hogy itthon is maradsz? Igen, ez a terv jelenleg. Most úgy érzed. Igen, abszolút, igen. Kutya kozmetikára térjünk rá. Igen. Te ezt tanultad? Igen. Hol? Budapesten. Európai Uniós, Európasszos végzettségem van kutya kozmetikából. Mindemellett állategészségügyi technikumot is tanultam előtte. Középiskolából iratkoztál az Európasszos. Volt a kettő között egy kis... Kitérő? Egy kis kitérő, igen, egy kis vámügyintézés, meg egy kis nemzetközi szállítmányozás és logisztikai menedzsment. De látod, ez más területeidre is jellemző, tehát vannak kitérők, de aztán csak megtalálod azokat. Édesanyám nagyon szeretett volna engem nyomni, hogy én legyek fodrász, ő fodrász volt, és ő ebből nagyon szépen... Akkor, amikor ő kezdett fodrász lenni, akkor ez neki nagyon szépen megindult meg minden. Szóval ő nagyon fodrászatot akart, én nagyon az állatokkal akartam foglalkozni, és akkor ebből lett az, hogy ötvöztük a kettőt, és ebből született meg a kutya kozmetika. Szóval gyakorlatilag öt szakmával rendelkezem, és a kutya kozmetika a szerelem. Remek. Budapesten is éltél, vagy csak... Igen, abban a fél évben, ameddig a kutya kozmetikai tanfolyam folyt, addig igen, fönt éltem Budapesten. És azt mondhatod, hogy megtaláltad életed professzióját. Én úgy gondolom, hogy igen. Ez a te hivatásod. Itt Magyarkanizsán mondod, hogy még a külföldre költözés előtt elindítottad a vállalkozást, hogy furcsálták, hogy ebben a közegben azért ez különlegesnek tűnt. És amikor visszajöttél, akkor a kettő hangulat, vagy a két szituáció között milyen különbséget véltél felfedezni? Változott valami? Mármint a régi kutya kozmetikás szituáció, igen, és az új meg között? A négy év utáni visszatérés Málta után. Hogy most már elfogadnak? Most már teljesen természetes, hogy vagyok? Elfogadtak ők akkor is, ugye ez az első néhány, az első egy évben is ott az elején a történetnek volt ez furcsa, utána már megszokták, és utána már beindult a kuncsatkör is, egyre több ilyen kis szobacirkáló kiskutya jelentkezett meg, aztán mostanra egyébként ez a négy év szünet, amit én tartottam, rohamosan nőtt ezeknek a kis szobakutyusoknak a száma, és jelenleg annyi kuncsafton van, hogy ha valaki új, valaki telefonál, egyszerűen muszáj azt mondanom, hogy sajnos nem tudok új vendégeket fogadni, mert egyszerűen nincs hova tennem. Ezen a nyáron úgy túlvállaltam magam, hogy nagyon. Akkor most mondom el a kedves nézőknek is, hogy a mai rögzítése, a felvétel rögzítése 7 óra 30 perckor zajlik azért, mert René naptára teljesen tele van, és még ezt a beszélgetést is alig tudtuk összehozni. Én nagyon örülök egyébként neki. Ha valaki most kér időpontot, mikorra kap? November? November 28-án van jelenleg leghamarabb szabad időpontom. Új vendéget meg a üresedés esetén tudok fölvenni. Hogyha valaki kiesik, sajnos elalázlás, elköltözés, összeférhetetlenség miatt, hogyha valaki kiesik, akkor tudok új vendéget fogadni. Ezek mind állandó vendégek, most már ezek mind olyan vendégek, akik van, aki 3 hetente, de általában 6-8 hetente járnak. Mert hogy akkor igényli a kutyus szőre a rendben. Igen, ez egy ilyen rendszeresség, amit én javasolni szoktam. Van, aki mondjuk 10 hetente jár, attól függ. Ugye nekünk is nem egyforma gyorsan nő a körmünk vagy a hajunk,
a kutyusok szőre sem egyforma gyorsasággal nő, szóval megvan, hogy ki milyen gyakorisággal igényel karbantartást. Mondom, van olyan, aki 3 hetente jár, és a gazdi 3 hetente szeretné, hogy én nyírjam meg, mert igény van rá, mert tényleg valóban ugyanazt a gépfejet tolom rajta végig, és jön le a kutyus szőréből. Szóval ezek most már mind rendszeres vendégek. Azt szoktam mondani, hogy ha akarják a gazdik, hogy mindig szép, tiszta, ápolt és olyan kinézete legyen a kutyusnak, hogy te végig tudj vele büszkén sétálni az utcán, akkor azért kell egy rendszeres karbantartás. És az ügyfélköröd elsősorban magyar kanizsai, községbeli vagy vidéki? Is. A legtöbb magyar kanizsai, zentai és novik-nezseváci. Viszont van olyan, aki Crnabaráról jár hozzám, volt már olyan, aki Tordáról eljött hozzám azért, hogy én nyírjam meg a kutyusát, és van olyan kutyus, akit 8 hetente Magyarországról hordanak át ide hozzám, azért, hogy hozzám járjanak. Annak a kutyusnak útlevele ketten is van. Vannak, igen, természetesen neki kell útlevél. Remek. Mi a motivációja a gazdáknak? Itt említetted, hogy már hogy büszkén végig sétál az utcán. De gondolom nem csak az esztétikumról van szó. Az ápoltságról, a tisztaságról, a higiéniáról egészségről. Is gondolom, igen, egészségügyileg. És ez például az egészségügyi része, mert ugye az esztétikumról rögtön eszünkbe jutnak azok a fajta kutyusok, akik mindenféle pomponokat kapnak valahol a fülükön, a farkukon. Gondolom, hogy ha az egészségügyi részét nézzük, akkor mik az elsődleges feladataid, hogy az a kutyus ne érje őt sérülés, vagy ne kapjon valamilyen betegséget? És nyilván minden kutyus után fertőtlenítés következik a szalomba, asztalszer számok, amivel a kutyusokat kezelem, ezeket lefertőtlenítem minden egyes kutyus után. Azon kívül fürdetés, alapos samponozás, mindig tiszta törölköző minden kutyusnál. Karomvágás. Karomvágás, gondolom. Igen, az is szokott lenni, bűzmiri tisztítás, hogyha szükség van rá. Ezek inkább úgy az egészségügyi részhez tartoznak. Igen, de ezek beletartoznak, szóval... Teljes körű szolgáltatást. Igen, teljes körű szolgáltatást kapnak. Mennyi ideig tart egy kutyus? Hát igazából 1,5 óra alatt készen lehet lenni, hogyha az ember nagyon koncentrál és hihet, de én nem szeretek ilyen kapkodós munkát végezni. Én szeretek olyan ráérősen, odafigyelősen, ugyalubugyulussan, és én 2 óra hosszát rászámolok egy kutyusra. Hogy az tényleg olyan legyen, amilyet én szeretek kiadni a kezemből. Szűz a horoszkópom, mert azt hiszem sokaknak elárul valamit. Maximalista, megfújkálom, átfésülöm, leteszem, rázd meg magad, gyere csak vissza, ott még kiáll valami, visszateszem az asztalra, szóval ez azért benne van a dologba. Most ebből azt szűröm le, hogy kommunikálsz. A kutyusokkal? Igen. Természetesen. Hogy muszáj? Nyilván nem muszáj. Nekem ők ugyanúgy. Sokszor érkeznek, és akkor hozza a gazdja a kezébe, és akkor szia, Vivike, jöttél, nem is a gazdi, hogy na szevasztok, hanem szia, Vivike, jöttél, gyere ide, és akkor kutya már vil a gazdi kezébe, karjába, és akkor csuválja a farkát. Gyere, és akkor csú. És akkor a gazdi átadja a kis kutyát. Ehhez hihetetlen kutya szeretet kell azért. Vannak problémás ügyfelek kutyában, akikkel nehezebb megtalálni a hangot? Most arra már nem igazán. Jó. Összerázódunk. Azok, akik az elejében problémások is, azokkal is általában azért összerázódunk. Megszoknak. Nincs ajtókaparás kifelé, hogy ide nem akartam jönni. De azért van, szóval nem szeretnek ők hozzám járni, akkor úgy megörülnek nekem, mert hát azért csak ismernek meg minden, de azért úgy, amúgy egyébként ne fújkáld a fejem. Szokták kérdezni a gazdik, hogy de neked miért áll meg így? Hogy nekem... Épp tegnap is volt egy ilyen eset, a kiskutya első alkalommal járt nálam, és a gazdi kezében ugye magyaráztuk, hogy akkor a fufruját le kell vágni, meg a fülét kipucolni, és akkor közben a kiskutya nyúkált az ujjam után, nem agresszívan, és akkor úgy rákcsált meg minden, és mondja a gazdi, nem tudom, hogy fogsz vele bírni, mert hogy ő így rákcsál, meg így motoszkál, meg így mindenfelé figyelmes. És szerintem az energia sokkal fontosabb kommunikációs eszközünk, mint a verbális vagy a nonverbális kommunikációnk. Az, hogy állsz hozzá valakihez. Egy nyugodt energiával, vagy kapkodsz és ideges vagy, és maradj már, Fifika, nyugtan! Én is nyugodtan állok a kiskutyához, megvárom, hogy megszagolja a dolgokat, megengedem neki, hogy megnézze a fésűt, gépfejet, hogyha elkezdek géppel nyírni egy kutyust, akkor először bekapcsolom a gépet, akkor megnézi, hogy hú, ez zúg.
oda tartom neki, megszimatolhatja, megnézheti, hogy akkor ez nem egy ördögtől való szerszám, és akkor először csak a gépnek nem a vágós felével, hanem csak ugye a gép test is zúg valamennyire, azt hozzáérintem a testéhez, akkor... Szóval engedem nekik, hogy megszokják, megtapasztalják, hogy itt mi történik, és hogy nem az, hogy most hú, én elkaptam, és vum, és akkor nekiesünk a dolognak, hogy ő megijedjen, hanem hogy ezt az egészet meg tudja szokni, meg tudja tapasztalni, hogy itt nem történik semmi katasztrofális. Nyilván ettől függetlenül nem szeretnek hozzám járni, mert hát ugye én kifésülöm az olyan csomókat, amiket a gazdik nem fésülnek ki, ez sokszor kellemetlenséggel járni, húzom a szőrüket, fáj, a popsijukat is körbe kell nyírni, akkor az is ilyen, ne nyújj hozzá, meg a farkincámat ne fésüld, meg amikor ugye szárítom őket, akkor nem szeretik, hogyha az arcukba fújom a levegőt, akkor ugye én fogom az állukon a szőrt, és akkor ő meg nem akarom, hát de muszáj, amit levizeztünk, azt meg is kell szárítani, szóval nem szeretne, nekik ez nem olyan, mint nekünk egy wellness hétvége, de... azért tűrik, mert rájönnek, hogy nincs pelekvés. Érdekes lenne tudni, hogy utána, amikor tükörben néznek, akkor hogy érzik magukat? Sokszor... látják-e a különbséget? Nem látják, de biztosan, hogy érzik, mert sokszor mesélik a gazdik visszajelzésként, hogy utána olyan kis peckesen járt otthon, aha, és akkor olyan kis büszke volt magára, hogy tudta, hogy szép. Hogy megszépült. Esetleg voltak olyan kollégáid, akiket láttál munka közben, és mondjuk az ő hibáikból is tanultál? Tehát, hogy ez a kutyákhoz való lendületes, ugyanakkor nyugodt hozzáállás, ez a te személyiségödből kifolyólag, vagy abból, hogy tanultad, hogy mások hol hibáztak? Nem igazán láttam. Videókon láttam másokat dolgozni, de személyesen szerintem... nem is láttam senkit. És ezt nem is lehet másként csinálni, akkor ezt így elkönyvelhetni. De ezt mindenféleképp lehet csinálni, csak én szerintem így van jól csinálva. Én úgy gondolom, hogy... Azt mondod nem, mindig, hogy kis kutya, kicsi testűekkel foglalkozom? Igen, én csak kis testű kutyákkal foglalkozom addig, a 15 kilóig maximum. Nem jönnek hozzád ilyen. Nem. Agarak. Nem. Már nem. Régen volt, hogy Bernát Hegyit is készítettem föl kiállításra, Új-Funlandit is kiállításra, orosz fekete terriert, szóval jártak hozzám régen nagy testű kutyák. Az nem két óra hossza volt. Az valóban nem. De már nem, most már csak a kis testű kutyákkal foglalkozom. Azt mondod, hogy kiállításra. Hogy akkor ugye van az esztétika, amit igen, a gazdi vannak szeretne, a hobbi fazonok, van az egészség, és akkor van a standard, meg a hobbi fazon. Na, erről beszélgessünk egy kicsit. Azt te tanultad, igen, gondolom, hogy egy standard fazonnak igen, hogy kell kinéznie, mert hogy ezt a kiállításokon is pontozzák. Igen, így van. Megvan például, vegyünk alapul egy veszti kutyust, egy West Highland White Terriert, szóval náluk megvan, hogy a fejüknek, úgy szokták mondani, hogy teniszlabda, kereknek kell, hogy legyenek. A fülek kiállnak ebből a teniszlabda fejből. A testük, őnekik trimmelve van, ez azt jelenti, hogy trimmelőkéssel, ilyen csupálós módszerrel vannak a koronaszőrök, ez egy dupla szőrű kutyusról beszélünk, a koronaszőrök trimmelőkéssel vannak eltávolítva, és akkor megvan, hogy a hátsó combjuknál egy ilyen V-alakban meg kell indulni lefelé, és akkor a többi szőrt az csak ritkító ollóval formába igazítani, de azt nem szabad például gépezni. Egy máltai sejem szőrű kutya pedig például földigérő szőrben megy kiállításra. Holott az itteni hobbi fazonok ekkorára le vannak nyírva, kis gombóc fej, egy kis farkince, igen, egy kis pálmafával a tetején. Igen, mert hogy úgy könnyebb, gondolom. Igen, sokkal egyébként könnyebb, igen, karbantartani. Tehát lehet, hogy a hobbi fazont pont az inspirálja, vagy motiválja a gazdinál, hogy kinek könnyebb. Igen. Hogy könnyebb. Egy nyári időszakban vagy kullancsos időszakban, azért igaz, gondolom igen, jobb a rövidebb szőr. A hobbifazonoknál előfordult-e olyan, amikor olyasmit kért a gazdi, amivel te nem egyeztél? Igen, előfordult. A múltkor is volt egy Yorkshire terrier. Úgy nyírja meg, hogy itt kicsi legyen, de a szakállát meg hagyja ilyen schnauceresre. Uh-huh. És akkor ilyen furcsa, szögletes feje lett a kiskutyának. Nekem nem tetszett, de ő így kérte, ő borzasztóan meg volt elégedve, jövünk mi máskor is. Ha neki így tetszik, igazából nem én nézegetem, úgyhogy rendben van. Én nem mindig értek egyet a dolgokkal, de ha ő úgy szereti, ő úgy kéri, ő nézeget igazából. De akkor kivitelezzel. Jelenleg hol dolgozol?
Jelenleg a kinti állatorvosi állomáson. Ugye Kanizsán van két állatorvosi állomás, egy itt a szemafornál, és én a kinti állatorvosi állomáson tevékenykedem. És gondolom napi 8 órában. Vagy többen? Nem, többen nem. Többen nem. Szóval én ott Máltára menetel előtt elértem arra pontra, hogy akkor otthon volt a szalonom, és akkor ugye még mikor egy vállalkozást kezdesz beindítani, akkor mindent elvállalsz nyilván azért, hogy beinduljon a vállalkozásod, és akkor ott ezt az emberek nagyon ki is használták, hogy hát én 4 óráig, 5 óráig dolgozok, én csak este 7-kor tudok jönni, meg ilyen-olyan dolgok, szóval ott nem az, hogy se éjjelem, se napolom, de ott nem az volt, ami egy komfortos, szóval ott nagyon sokszor rángattak. Délelőtt is dolgoztam, délután is dolgoztam, sokszor estében nyullóan is dolgoztam, és ez nem egy kellemes életvitel. És jelenleg itt az állatorvosi állomáson az van, hogy 3 óráig van nyitva az állatorvosi állomás, ami számomra tökéletes, mert bírom mondani a gazdiknak, hogy bocsi, addig vagyunk nyitva, és kész, szóval csak délelőtt dolgozom, nem is kezdek túl korán, azért is tudok itt lenni jelenleg, majd 9 órakor kezdek, 3 óráig fogok dolgozni, ez most ma éppen 6 óra hossza, van olyan, hogy nem 3 kutyus csinálok meg, hanem 4-et, 5-öt, van olyan, hogy ott maradok tovább, bemegyek előbb, ezen a nyáron nagyon sokszor előfordult, viszont próbálom azt a mottót követni, hogy a halálos ágyán még senki nem mondta azt, hogy bárcsak többet dolgoztam volna. Szóval... Jaj, de bölcs mondat! Többünknek kellene ezt valahova fölírni. Szeretnék úgy élni, hogy több olyan dolgot tudjak csinálni, amitől a lélek szeret bennem lakni. Jó, nagyon köszönöm, hogy ezt megfogalmaztad. Térjünk még egy kicsit vissza a munkakörülményekre. A felszereléseket az állategészségügyi állomás biztosítja, te biztosítod, te hoztad magaddal, te szerzed be, nehéz-e beszerezni? A felszerelés az enyém, abszolút az enyém, a hely adott, az asztal, a kád, az például oda tartozik, az az övék, de a felszerelés, mint szárítógép, nyírógép, ollók, ilyesmi, ezeket én biztosítom. Élesztetésükről is én gondoskodom, hogyha valamit pótolni kell, akkor én vásárolom. Egyéb felszerelés, hallottam, hogy még parfümöt is kapnak. Igen. A kutyusok. Az ilyen dolgokat Magyarországról tudom megrendelni. És akkor te mész el, vagy megrendeled? Van, amikor, hogyha járok olyan helyet, akkor elmegyek, akkor megveszem személyesen, van, amit megrendelek, Szegeden lakó barátnő címére megrendelem, akkor ő hazahozza, szóval. Ez egy kicsit körülményes szokott néha lenni, mikor pótolni kell valamit, de mindig megoldódik. És akkor még csak a beszélgetésünk végére jó tanácsok a kiskutya tulajdonosoknak, hogyha szeretnének hozzád jönni, akkor hogy készüljenek, illetve azt mondod, hogy 6-8-7 a látogatások között eltelt időszak, hogy abban az időszakban mit kell a kutyussal csinálni. Tehát kezdjük ott a jó tanáccsal, hogy érkezzenek hozzád. Mindenképp ne abban a pillanatban találják ki, hogy kutyakozmetikushoz szeretnének járni, amikor már ránéznek, úristen, milyen loboncos a kutya, meg kéne nyíratni, mert innen még következik minimum. Hát téli időszakban is 1,5 hónap várakozás, szóval ezen a nyáron annyi plusz új rendszeres vendégem lett, hogy én nem is nagyon vagyok biztos abban, hogy ez már csúszni fog lefelé ez a várakozási idő. Ezeknek a gazdiknak, akik jelenleg járnak hozzám, 2 vagy esetenként 3 időpontot is beírunk előre, mert tavaly nyáron jártam úgy, ugye a visszaérkezésem óta, Máltáról visszaérkezésem óta, most telt el, tavasszal volt ennek 4 éve, és most növekedett meg annyira a kuncsaftköröm, hogy tavaly jártam úgy először, hogy jártak a pulik is hozzám, akik évente 1-2 nyírósak, és a pulikkal, meg az ilyen néha betoppanó vendégekkel felszaporodott annyira a vendégköröm, hogy amikor a rendszeres vendégnek akartam időpontot adni, lapozom a naptáramban 8 hetet, hogy hú, hát ez a hét tele van, lapozok még egyet, hú, ez a hét is tele van, hova írjam? És akkor itt jött el a pillanat, amikor el kellett gondolkodni, hogy lassítani kell, mert gyakorlatilag ezek azok a vendégek, akikből télen is megélek, az övéki a prioritás természetesen, nem azoké, akik néha betoppannak. Így van. Szóval elkavarodtam a kérdést. Nem baj, azt egyelőre csak azt jártuk körbe, hogy tudnak időpontot kérni. Ja igen, szóval időben de gondolják egyébként ki. Még hogy készüljenek mondjuk egy látogatáson nálad?
Hát egy alapvető dolog az, hogy a gazdi otthon, hogyha egy hosszú szőrű kutyát választ, vagy akár egy hobbifazonra nyírni vágyott kutyust is választ, akkor is rendszeresen fésülni kell. Szóval ezt ahhoz tudnám hasonlítani, hogy mi is, attól, hogy járunk mondjuk rendszeresen fodrászra, attól függetlenül otthon is megfésülszünk minden nap. Meg hát például, most nem is tudom, a körmöshöz sem úgy megyünk, hogy a fél kert a körmünk alatt van. Úgyhogy karban kell tartani a kutyust, valószínűleg tisztán kell valamilyen szinten tartani a kutyust. Hogyha a gazda odajön úgy, hogy a kutya csupa csomó, és tele van összecsomósodott szőrrel, akkor én azt saját elveim alapján, egyébként sok kutya kozmetikus dolgozik ezek alapján, az elvek alapján, de nem mindenki. Van, aki kibontja, én úgy vagyok vele, hogy a gazda hanyagsága miatt én nem kínzom meg a kutyát azzal, hogy szétcsupálom a kis bőrén azokat a csomókat. Most így érkeztél, most ezt levágjuk, megcsinálom olyanra, amilyenre lehet, anélkül, hogy a kutyát én megkínoznám, és akkor az elkövetkező időkben, hogyha te karban tudod tartani, oda tudsz rá figyelni, akkor, ha megérdemled, ez lehet, hogy mindegy, ez az én hozzáállásom, ha te megérdemled és karban tudod tartani, akkor tőlem aztán földig érő szőrben is tarthatjuk a kutyát, de ahhoz az kell, hogy te otthon karban tartsd. Az nem elég, hogy 8 hetente hozzám eljössz, és tőlem csodát vársz, mert az nem. A felelős állattartás, igen, mennyire fontos dolog. És akkor nem lehet úgy gondolni, hogy hát 6 hetente elmegyek, 8 hetente azért elmegyek. Azért járok a kutyakozmetikushoz, hogy majd az rendbe hogy én ezzel ne foglalkozzak. Persze. Időközben. Családtag, igen, ugye? Meg hát, hogyha van egy gyereked, egy kislányod, azt is, annak is megfésülöd a haját, szóval. Neked van kutyusod? Nekem, hát sajnálatos módon másfél hónapja nincs, egy 18 éves keverék kutyusom volt. A kutyus idősebb volt, mint a vállalkozás. És 18 éves volt, és 2 hónapja kellett elengednem. Ez egy fájdalmas történet volt, de az élet nem áll meg. Az élet nem áll meg. Egyébként Szotyika bejárt, képzeld velem minden nap a szalomba. Ismerkedni a kuncsaptokkal? Is egyébként, meg lelki erőt tartani bennük. Ő egy nagyon-nagyon kimért és nagyon nyugodt kutyus volt. Ő minden nap bejött velem, meg volt a kis párnája, oda leült, és akkor jött, ment. Ő egy nagyon-nagyon-nagyon kiegyensúlyozott kutyus volt. Csak mint a gazdája. Az életudat azt bizonyítja, hogy nincs megállás, hogy mindig van következő lépés, hogy mindig van folytatás. Én nagyon örülök neki, hogy nekem és a nézőknek egy olyan képet vetítettél fel, ami azt bizonyítja, hogy ha valaki tudja, hogy mi a célja, lendülete, motivációja van hozzá, akkor akadályok nincsenek. Szerintem is, én is így gondolom. E tekintetben példaképpen lehetsz a közösségünknek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Tenni. Kedves nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Bízom benne, hogy épp annyira kellemesen és jól érzik magukat, mint amennyire én most a beszélgetés végén. A jövő héten újra várjuk Önöket. Viszontlátásra. Nézőpont. Az InfoTV magazin műsora.